A Jászberényi Sportegyesület jeges szakosztályai, valamint a Kolikör Alapítvány által rendezett első nagy jeges nap résztvevői remek hangulatot teremtettek a Jászberényi fedett műjégpályán április 23-án. Szerettük volna megmutatni a város lakóinak, hogy itt az egész szezon során milyen munka zajlott, és amikor az óvisok, iskolások jártak ki délelőttönként korizni, hogy hová jutottak el. A műkorcsolya edző szerint azért is nagyon fontos a megismerés, mert bármelyik jegesport jótékony hatással lehet a fiatalokra. A jegesportágakat nagyon tudjuk ajánlani minden gyereknek, akár egészségesek, akár valamilyen mondjuk felső légúti problémával küzdködnek, azoknak is, akiknek a mozgáskoordinációja nem túl fejlett, mert ezeket a problémákat a jeges sportok, a korcsolyázás terén nagyon-nagyon jól lehet orvosolni, és nagyon sok pozitív hozadéka van a egyensúlyfejlesztés terén is magaknak a jeges sportágaknak. Most az elmúlt hónapok munkája mindhárom szakágban eredményes volt. Hazánkban sikersportágnak számít ma már a rövidpályás gyorskorcsolya, hiszen sporttörténelmet írnak a válogatott versenyzők. Jászberény rövidpályás korisai is jó úton haladnak, Salt Lake City olimpikonja szerint. Nagyon örülök neki, hogy Jászberényben is nagyon nívós eredményeket értünk el. Úgy diákolimpián, mint országos magyar bajnokságokon több érmesünk van, aranyérmesünk van, úgyhogy nagyon jó irányba haladunk. A jó irányt mutatja az is, hogy a jászberényi ESE fiatal versenyzői a hazaiakon túl nemzetközi versenyeken is figyelemre méltó eredményeket értek el. Voltam Budapesten országos bajnokságon, és ott első lettem, meg voltam Szegeden, ott második lettem. Most voltunk Szlovákiába, Prešovba, ott első helyezést értem el, a Tisza kupán második, az országos bajnokságon szintén második, és a Lengyelországban első. A Jászberényi Sportegyesület műkorcsolya szakosztálya a most befejeződött szezont kezdő évnek tekinti. Később viszont már versenyekre is szeretnének eljutni. Nekünk most ezzel a szezonnal indult el az élet. Ez volt az első olyan év, amikor a műkorcsolya sport jellegzetességeit is be tudtuk az edzés munkába építeni, és reményeink szerint jövőre már akár versenyre is el tudunk menni. Szerencsére a fiatalok már bontogatják szárnyaikat. Szeretik a műkorcsolyát, és egyik tehetséges versenyzőjük javasolja mind a fiúk, mind a lányok részére. Már kiskoromban szerettem volna műkorcsolyázni, és egyszer anyáik elhoztak. Hogy tetszett a légkör? Hogy tetszettek az edzések? Hát már voltak itt ismerőseim is, úgyhogy sok barátot szereztem, és Tóni bácsi nagyon jó edző. Fejleszti az egyensúlyérzéket, a kitartókészséget, a tartást. Nagyon sok barátot lehet szerezni, és fiúk-lányoknak nagyon szép sportág. A nagymúltú Jászberényi Sportegyesület jégkorong szakosztálya több korosztályt versenyeztet. A Fókák edzője nagyon elégedett a gyerekek teljesítményével, és főleg azzal, hogy szaporodott a létszám. Az egész szezon tekintve nagyon jó sikerült, ugye U8, U10 és U12-es korosztályokban foglalkozunk jövőre, még nem 100%, de el szeretnénk indulni U14-ben is. Hát azt lehet mondani, hogy a szezon elejéhez képest megdupláztuk a létszámot, és hát ugye, és most már azért kezdenek így előjönni azok a játékosok, akik egyre ügyesebbek. Az ügyesebbek közé tartozik Lukács Zsombor is, aki már több mint egy éve jégkorongozik, és nagyon szeret edzésre is járni. Hogy érted magad az edzéseken? Nagyon jó, kedvesek az edzők, meg az egész sport jó. Az első nagy jeges nap színvonalát emelte Anhauer Gréta, korosztályos magyar bajnok, valamint Marton Villő és Szemkó Danyil, a debreceni junior világbajnokság szereplői, akik a berényi műkorcsolyázókkal kiegészülve ragadtatták a nézőket tapsra. A szezonzáró rendezvénnyel tehát véget ér az új építmény első idénye. A nyár végén azonban újra várja a jeges sportszerelmeseit a fedett műjégpálya. Most a jövő hétvégén bezár a pálya, de egyből mi el is kezdjük a jégcsarnok felkészítését a következő szezonra, amit augusztus utolsó hetére tervezünk nyitni.